Gazdák, pásztorok és természetvédők gyűltek össze 2019. november 19-én Balmazújvároson egy kerekasztal beszélgetésen a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület szervezésében a legelőtavak élőhely kezelése a Hortobágyon című live pályázat keretében. A megbeszélés célja a pásztor, illetve állatgondozó alkalmazásának és a villanypásztor használatának áttekintése volt a Hortobágyon a megváltozott természeti és gazdasági környezetben. A megbeszélés hangfelvétel sorozata 5 részből áll. Ez a második rész, amelyen Molnár Zsoltnak, a Magyar Tudományos Akadémia botanikusának, pásztorkutatónak az előadását halljuk. Amennyiben kérdése van a felvétel kapcsán, kérjük forduljon az előadóhoz, vagy Ecsedi Zoltánhoz, a kerekasztal beszélgetés szervezőjéhez. Nagyon szépen köszönöm. Itt sokaknak szeretnék elején köszönetet mondani. Egyrészt Zoliéknak, hogy megszervezték ezt a rendezvényt. Péternek, hogy felhozta ezt a kérdést olyan súllyal, hogy ilyen sokan tudtunk eljönni, és azoknak, akik eljöttek és részt vesznek ezen a beszélgetésen és vitán, szerintem ez az első, messze nem az utolsó. Egy olyan kérdést tárgyalunk most itt a Hortobágy jövőjét, amit nem lehet egy nap alatt átbeszélni. Én is csak néhány kérdést hoztam. Én a Tudományos Akadémiánál dolgozom, és majd lesz egy bemutatkozó dián is. De kezdjük, nem egyeztettünk a többi előadóval, én is ezt mondtam, hogy helyzet van. Tehát szerintem ennek a mai napnak az apropója az, hogy nem csak, hogy helyzet van, hanem baj van. Én azt írtam ide föl, hogy végsősorban csökken a jó pásztorok száma. Én tudatosan a pásztorszót kizárólag azon emberekre használom, akik a jószágért élnek, akik ismerik a jószágot, ismerik a legelőt, és a literboros embereket nem sorolom közéjük. Tehát amikor én pásztort mondok, akkor én mindig arra gondolok, aki érti a szakmáját, a literboros ember az nem pásztor. Péter is többször említette az előadásában, hogy nézzünk nagy léptékben nézzük a problémát. Magyarországon hát legalább 300 ezer hektárnyi, azaz 3 hortobágynyi olyan gyep van, aminek a hasznosításához, illetve természetvédelmi kezeléséhez, legeltetésre van szükség. Lehet, hogy ez eléri a 500 000 hektár is. Az, hogy mi lesz ezekkel a gyepekkel 10-20 év múlva, ez ugyanúgy, ez nagyon nagy kérdés. Ugye piacgazdaságban élünk, a piac reagál a negatív folyamatokra. Én úgy érzem, hogy a piac nem reagál elég gyorsan, nem nő kellően a pásztorok anyagi és erkölcsi meg elismerése, erről már lesz majd később szó. Szerintem szükség van átmeneti intézkedésekre, amik a néhány éves időléptékűek, és amit a Péter is mondott, szükség van 10-20-50 évre előre gondoló stratégiai gondolkodásra. És mint említettem, ez nem egy kétnapos, nem egy egynapos feladat. Sok embernek kell azon dolgoznia, hogy ez a probléma valamennyit enyhüljön, hogy jó irányba menjen tovább. Na most a szóhasználatról szerintem olyan, hogy villanypásztor nincs, azért nincsen, mert a villanypásztor nem pásztorol. Ez egy kerítés, ami igyekszik a jószágot egy adott térrészen tartani. Szerintem villanykarám van, amit én az éjszakázó delelőhelyekre értek, és van villanykerítés. Ez ugyanolyan, mintha azt mondanám, hogy a webkamera az egy operatőr. És majd a webkamera kap majd Hollywoodba díjat. Mint ahogy nem tekintem, én kutatónak tekintem magamat, de egy műholdas szenzort ott fönt, vagy egy automata hőmérséket mérő, nem tekintek kutatónak. Mert valami hiányzik belőle, úgyhogy innentől kezdve én a villanykerítés szót fogom használni. A villanykarámról én igazából nem fogok beszélni. Na most, itt sokan van, akik nem ismernek. Én egy kutató vagyok, 1990-ben végeztem, és alapvetően botanikus vagyok, és az Alföld elmúlt 300 éves történetéről írtam cikkeket, könyveket. De az utóbbi években, itt az utóbbi 10 évben az érdekel, hogy mit ismer a természetről az, aki nem a könyvből tanulja. Tehát mit tud egy pásztor, egy gazdálkodó, legyen az egy hortobágyi vagy egy mongol,
vagy egy szerb disznósgazda a Száva menti erdőkbe, mit tud ő a természetről, az ökológiáról? Ezt úgy mondjuk, hogy van a tudomány, mint egy tudásrendszer, és van a pásztor tudása jelen esetben egy másik tudásrendszer. Ez a két világ, ez átfed, de messze nem ugyanaz. Ezen a képen egy nyírségi hortobágyi, szerintem sokak által ismert bujás van, egy természetvédelmi őr, illetve egy török származású kanadai professzor, aki a eszkimó halászoknak vizsgálja a nem könyvből tanult halismeretét. Ők 5 órát beszélgettek arról, hogy mit gondolnak a világról. Tehát amikor egy világnagyság professzor és egy jó bujás osztotta meg egymással a gondolatait, és én, mint kutató, ezt kutatom. Tehát én pásztorokat kutatok, pásztorokhoz járok, tőlük tanulom az ökológiát. Erről készült is egy könyv, amit szerintem sokaknak megvan, mert vagy 3-400 példány Hortobágyon van kint. Ez a hortobágyi pásztoroknak a növényismerete, a tippantól a pipaszurkálón át, a gyengén szúrón át, most a pajzánokat nem mondom. A másik, amivel foglalkozom, a pásztoroktól, az egyik, amit tanultam, hogy a botanikus ugye a szemivel nézi a növényeket, a pásztor pedig a jószág száján átlátja a legelőt. Mert ezt én kipróbáltam, vagy közel 30 ezer olyan megfigyelésem van, hogy éppen milyen füvet eszik a jószág. Ezt egyébként Kumpeszélyen is végeztem ezt a vizsgálatot. Tehát megpróbáltam egy kicsit a pásztor szemével és a marha szemével is nézni a legelőt. Na most ugye kérdés az, hogy lesz-e pásztor 2050-ben? Ugye a természetvédők ismerik a Lesz-e Sas 2000-ben című könyvet. Lett Sas 2000-ben, mert többen úgy gondolták, hogy legyen. Mutatok néhány grafikont. Ez a Mezei Gyúl és a Fogoly állományának változása. Úgy nagyjából a nulla felett tartanak ezek az értékek. Még a Hortobágyon még a Gyúl viszonylag jól áll. Szerencsére. Ez egy 2010-ig tartó grafikon. Én soproni vagyok, hát Sopronból el lehet jönni Pestig úgy, hogy nem lát az ember szinte semennyit. Na, a nagykócsagnál úgy döntöttek néhányan még a világháború előtt, hogy mentsük meg a kócsagot a kipusztulástól. Mi lett az eredménye? Visszajött a kócsag. Magyar szürke marha grafikonja, ugye itt van 1966, amikor én születtem. Aztán néhányan úgy döntöttek, hogy ne halljon ki ez a magyar háziállatfajta, és azóta is szépen nő az állománya. Tehát tulajdonképpen emberi akarat döntött úgy, hogy most van kócsag és van szürke marha nálunk. És szerintem ez a legfontosabb, emberi akarattól függ a jövőnek egy bizonyos része. Nem minden részét tudjuk a jövőnek befolyásolni, de emberi döntéseken múlik. Na most 2017-ben tartottunk ilyen találkozókat pásztorok, gazdák, természetvédők, kutatók között, és összesen 61 ember kérdeztünk meg arról, hogy mit gondol a pásztoroló, illetve a villanykerítéses legeltetésről. Na most miután én kutató vagyok, én most nem a saját véleményemet mondom el, hanem amit kutatok, tehát föl fogok olvasni néhány gondolatot annak kapcsán, hogy pásztorok, gazdálkodók mit mondanak a pásztoroló legeltetésről, illetve természetvédők a pásztoroló és a villanykerítéses legeltetésről. És akkor ezeket fogom most olvasni, csak egy kort. Tehát először a pásztorok, és mindig lesznek érvek mellette, meg ellene. És ebből hoztam 30 példány, nem tudtam, hogy milyen sokan leszünk, 30 példányba szét tudom osztani azt, amit most felolvasok. Tehát, pásztorok érvei a pásztoroló legeltetés mellett. Ugye irányható a legeltetés menete, időjárásnak és éjszaknak megfelelően az egyes mezők időrendi legeltetését teszi lehetővé a pásztor. Többfelé tud elmenni a jószággal, odafigyel az állatokra, észreveszi a betegségeket, a pásztor vezeti a jószágot. A pásztor minden időben tudja, meddig jó a jószágnak kint tartózkodni. Na most! Pontosan ez a lényeg ennek a felolvasásnak. Ezek embereknek a véleményei, ezek között lesznek ellentmondó vélemények is, és vitára szeretném, hogyha vitára ingerelni a
közösséget. Egyébként továbbra is a pásztor alatt, a pásztort értem is, nem a literboros ember. Szelidül a gyep, szakaszosan lehet járatni, megóvja a gyepet. A pásztor vére visszajön a jószágból, kevesebb az elhullás, nagyobb az ellési arány és a leadási súly. A jó pásztor lelkismeretes ember is ezért sokat ér. Na most pásztorok érvei a villankerítéses legetetés mellett. Jó? Ha csak 5-10 marhája van valakinek, kényelmesebb a gazdának, egyszerűbb és olcsóbb lehet. Nem szükséges a jószág mellé pásztort fizetni. Nem igényel folyamatos emberi jelenlétet. Nehezen járható vízállásos teletek esetében jó a villankerítés, például Bivajnál. Ha szűkek a teletek, akkor nem törik a jószág, és az állat maga határozza meg a tartózkodási helyét. Következő csoport, pásztorok érvei a pásztorról a legetetés ellen. Igazi pásztort nem könnyű találni. Ha az ember maga van, akkor elvész az egész nap. És téli legeltetés során pedig hideg van. Pásztorok érvei a villánkerítéses legeltetés ellen. Ha baj van a jószággal, később vennénk észre. A fix teletet megújja az állat, nagyon gyalogutassá válnak. Szeles, viharos időben megijednek benne az állatok, kitörhetnek. Vizes helyen hamar kifeszítik az állatok, nehéz biztonságosan rögzíteni. Hamar lelegelik a jó részeket, és akkor túllegeltetés lesz. A vadat is korlátozza. A következő blogban gazdák fognak. Tehát ezek olyan mondatok, amit valaki, aki a papírra vetett, egy igaznak tekintett. Jó? Tehát én sem értek mindegyikkel egyet. De valaki ezt komolyan mondta. Gazdák érvei a pásztorról legeltetés mellett. Azonnali beavatkozást, korrigálást tesz lehetővé, irányítani tudja a legeltetést, kíméletesen lehet kezelni a gyepet. Kiegyenlítettebb a legelési kép, az egyes legelő típusok jobban kihasználásra kerülnek. Pásztor és jó kutyák nélkül egyes gulyák nem mennek bele a nem szeretett részekbe, például zsombékosba. Könnyebb és gyorsabb alkalmazkodás a területhez és az állatok igényeihez, beteg állatot felismeri a pásztor, tisztességes értékteremtő munkahelyeket őriz meg, pásztorhagyományokat fenntart, a pásztor bőven kitermeli a bérét, ha elég nagy a terület és elég jószág van. Most a gazdák érvei a villánkerítéses legeltetés mellett. Nincs nagy akkora emberigénye, a jószág a saját ütemében legel, kisebb zavarás, kisebb költségigény, olcsó, viszonylag egyenletes, szakaszolós legeltetést tesz lehetővé szakszerű használat mellett. A villánkerítés nem kér szabad napot, a jószág nem igényel állandó felügyeletet, nagy állatsűrűség tartható fönt akár több hétig is, de jó pásztor kellene a villánkerítéshez is, hiszen időben áttelepíteni jó és elég itató vizet kapjon a jószág. Gazdák érvei a pásztorról a legeltetés ellen. Nehéz jó pásztor találni, akinek jó szaktudása van és megbízható. Sokba kerül a pásztor, és nem biztos, hogy a jószág után megy. Nehéz pásztorolni nagy egybefüggő mocsaraknál. És a gazdák érvei a villánkerítéses legeltetés ellen. Nincs folyamatos odafigyelés, a jószág elvadul az embertől, mert nincs napi kapcsolata az emberrel. Darabolja a villánkerítés a tájat, az élőhelyeket, vadnak és sok más fajnak problémát jelent. A legelési kép és a legelő kihasználása egyenetlen, viharban, hidegben, éjszaka kitörhet a jószág, a vad kitúrja, kiszakítja. Nem jó, ha túl nagy a terület és veszélyeztetve van a faanyag, és ha bonyolult áttelepíteni. És az utolsó blokkban pedig a természetvédők érveit halljuk, először a pásztorról legeltetés mellett. Folyamatos felügyelet van, a pásztor irányít, észleli, ha baj van. Alkalmazkodók, irányítható mozaikos legeltetés lehetősége, sokfajú gyepek legeltetésénél jobb, alkalmazkodik a gyep pillanatnyi állapotához. A pásztor tudja, mely teletek szorulnak legeltetésre, mikor lehet azt lelegeltetni, mikor árt az a gyepnek,
Szakértelemmel jobb kezelést érhetünk el, azaz akkor jó, ha jó a pásztor, egyben fennmarad a pásztortudomány. A gazda, illetve a pásztor szeme hízlalja a jószágot, takarmány és alom megtakarítás érhető el. Elkerülhető a túllegeltetés, a legtöbb élőhely ezt az irányított kezelést preferálja, hiszen több tényezőre figyel a pásztor, mint a villanykerítés. Nem csak az állatokra felügyel, hanem a területre is. A területnek van azt jól ismerő gazdája. Ember, állat és természet együttműködik, a természetes folyamatokat modellezni tudja. Ez a hagyományos kezelési mód, amit a terület megszokott. A jószágok gyephasznosítása szempontjából is jobb egy pásztor által vezetett legeltetést, mert hogy többet legel a jószág. Hatékonyabb anyagilag is, kevesebb az elhullás, jobb az egészségi állapot és tisztességes dolgok által. A pásztor által lesz a legeltetésnek iránya, menete, lelke. A pásztor jó turisztikai látványosság. És őrzi a hagyományt. Természetvédők érvei a tudom, hogy nagyon sok minden, mert 61 ember gondolata van ide belesűrítve, ezért is hoztam el papíron, hogy még lehessen ebből szemezgetni. Tehát, természetvédők érvei a villanykerítés és legeltetés mellett. Kisebb élő munkaerőigénye van, egyszerű kivitelezés a hozzáértő pásztorok hiányát tudja valamennyire pótolni. Intenzíven kezelendő területek kilegeltetése, kitapostatása céljából, például inváziós növényeknél. Valamely természeti érték védelme érdekében érzékeny területeknek a kikerítése, ahol a jószág kívül van. Alig van emberi zavarás a területen, ami jó a madaraknak. Ha egyeztetett módon zajlik, akkor csökkenhetnek a konfliktusok, odafigyeléssel, nem sablonos alkalmazással, jó legelő állapotot is el lehet érni villanykerítéssel. Kisebb legelőkön kényelmesebb és olcsóbb, és út közelében is hasznos. Valaki azt mondta, hogy nincs előnye, ez csak kényszer megoldás. Ha szakképzeten emberek legeltetnek, akkor nem jó, mert hogy kisebb azért jó, mert hogy kisebb képzettség is elegendő. Nagy területet le tud fedni legeltetéssel, egyszerűen. Jó kutya hiány segít, és nem iszik, mármint alkoholt. Az állatok ritmusához igazodó legeltetés a legtermészetesebb rendszerben nincs pásztor sem, mint például a fentezúkban. Na, a következő utolsó előtti blokk, természetvédők érvei a pásztorról a legeltetés ellen. Nincs elég jó pásztor, nehéz kitanítani. Munkabér kell, ha nem jó a kutya, akkor károsabb pásztoroló legeltetés. A kutya és az ember miatt zavartabb a terület, túlzok és a földön fészkelő. Ha lusta a pásztor, mondjuk én szerintem a pásztor, ha már lusta, akkor nem pásztor, de mindegy, és a könnyebb utat választja, a közeli területeket túllegelteti, a távoliakat alul legelteti. Kevés a megbízható ember, literboros emberek vannak, nem képesek legeltetni, és nem ritkán tilosban is legel a jószág. A vizes helyet csak a jószág tudja járni, a pásztor nem szereti a zsombékos részeket, és a pásztor is emberből van, pont. És végül a természetvédők érvei a villanykerítéses legeltetés ellen. Nincs emberi jelenlét, ha bajban kitör az állat. Nincs információ a gyepekről és a jószágról, már nincs annyi információ. Mesterséges, vonalas létesítmény, éles határok, nem tájba illő. Nagyobb az esély a túllegeltetése, sablonos kezelést ad, nehéz a természeti viszonyokhoz alakítani, megfojtja a hagyományt, megfojtja a pásztortudományt. Csak legeltetése alapozva energiavesztés van, tehát nincs kihasználva elégből a legelő, vagy túl van legeltetve. Folyamatos gondozást, karbantartást igényel, illetve ha kilazul, rendszeres áttelepítést igényel, illetve igényelne. Többször jön az ATV-s autó, kisebb a leadási kilogram, kevesebb az ellés. Szabszcentrikusság, le legyen legeltetve, azt kész. Vizesebb helyekre nehéz kirakni, vadmozgás korlátozza, állat belegabajodhat. Művi, lelketlen, mechanikus világ nem való nemzeti parkba. Ha egy terület kulturális virágörökség a pásztor hagyományok okán, akkor mit keres ott a villanykerítés?
kisebb vagyonbiztonság, tájkép és kultúra romboló, és ráz. Ellustítja, elkényelmesíti az embert, ehhez is képzett, állathoz és legelőhöz értő szakember kell, ha korrekten akarjuk használni. Úgyhogy ezeket majd el lehet olvasni, mert itt van nálam 30 példányban. Mindenképpen fogom, de még nem fejeztem az előadást, még egy néhány percen van. Most már a magam szempontjából, mint kutató összefoglalom, hogy mi hangzott el szerintem. Az egyik az, hogy nehéz jó tudású és megbízható pásztort találni. Ez szerintem tény, miközben ezt nem mindenhol hallják meg. A villánykerítés... A villánykerítés gazdaságilag veszteséges a jó pásztorhoz képest. Betegekre odafigyelés, hatékonyabb legeltetés, jobb súlygyarapodás. Jobb súlygyarapodás. 50 kiló plusz a villanypásztor mellett én mértem. 50 kiló a 6 hónapos állatnál. Erre egy kutató azt mondja, hogy akkor ezt publikáljuk le. Na, vannak olyan természetesi célfeladatok, ahol a villanykerítés segít, például célzott túllegeltetés, inváziós fajoknál vagy értékek, természeti értékek kikerítése. Mind a megfelelő gyephasznosításhoz, mind a jó természeti kezeléshez a legeltető részéről szaktudás kell. Nem elég a literboros vagy litersörös, literpálinkás ember. És a villanykerítés elkényelmesíti az embert és kiírtja a pásztor tudományt. Na most szinte mindenki kényszer megoldásnak tartja a villanykerítést, mert nehezen talál jó pásztort, miközben kulturális világörökségben nem való a villanykerítés. Na akkor nézzünk körül. Nézzünk körül Európában, hogy mi az európai helyzet. Én ugye kutatóként elég sok felé járok, és amikor járok, akkor alapvetően pásztorokat látogatok meg Mongóliába, vagy Iránba, vagy Egyiptomba, vagy máshol. Például fönt északon a számik, ez egy pásztor név, ott nem a pásztor, nem a foglalkozás az illetőnek, hanem az a népcsoport fő tevékenysége. Láthatjuk, hogy ott van a GPS, a nyakában nagyon modern módon, de működik a pásztorkodás. Egy pillanat, itt mielőtt félrecsúszunk, nem akarok beleszólni. Akkor Mongóliától Lapföldig, az USA-tól le lehet menni Kazaksztánig. A pásztor az nem azt jelenti, hogy ott van reggel, estig az állat mellett. Ki van csapva a jószág, mert van tér, van hely, nem állnak mellette. Tehát itt, ott van mellette a GPS, én is ott vagyok, naponta 2-3 óra hosszát a GPS-tel. Tehát ez nem az a pásztorkodás, mint ami most, ma úgymond a kérdés közepén, ami megszokott a Hortobágyon, mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogy ott állt mellette az ember, mert nem volt jobb dolga. Tehát ez két különböző dolog, ne kapcsolatok. Jó, vitát hagyjuk majd később. Későbben. Amit a Péter felvetett, az egyrészt nagyon fontos, részben igaz is, és van vonatkozása a Hortobágy jövője kapcsán, szerintem igenis egy nagyon jó vita pont és megbeszélhető pont. Na most tőlünk keletebbre a pásztor világ, ugye a román népnek a szülőbölcsője a juhpásztorkodás, és olyan meredeken megy föl, ez a, nem tudom ki volt a szeptember 19-i Kosvásáron Szeben folyamban, a mai napig százával adják el a subákat, használatra nem tisztáznak. Dél-Franciaországban, ahol szintén nemzeti parkok miatt nem lehet villanykerítést csinálni, ott pásztorok, kutatók és gazdálkodók írtak közösen könyvet, hogy mit gondolnak a 21. századi legeltetésről. Egyébként érdemes sem lefordítani, magyarra, franciául és angolul olvasható. És van egy 30-as évektől kezdve van egy pásztoriskola, ahol minden évben képeznek több tíz pásztor, ami részben iskolai foglalkozásból és egy nagyobb részben folytárkodásból áll. Spanyolországban pedig csak a pásztor nőknek akkora szövetsége van, nem a pásztor népnek, a pásztor nőknek akkora szövetsége van, hogy 250 főt számlál, és legutóbb a Despacito dalra adtak egy fantasztikus
új szöveget, YouTube-on megtalálható, vagy valaki kéri segíten megtalálni, mit gondolnak. Magyarul az Európai Unióban a pásztorkodásnak helye van, nem olyannak, mint 50 éve volt a Hortobágyon, de a pásztorkodásnak helye van az Európai Unióban. Nem elavult a pásztorkodás, csak alkalmazkodnia kell, és sokaknak kell segíteni ezt az alkalmazkodást. Na most a pásztorok is megteszik a maguk részét ebben az alkalmazkodásban, például eljönnek egy ilyen helyre, ami nem igazán egy pásztornak való hely ilyen tömegben előadásokat hallgatni. Többek között filmek készítésében segítkeztek, három, Bartas Annyi, a Máté Jani és a Sáfia Laci, 15 kutatói kérdése mondták el a válaszukat, YouTube-on megnézhető. Ezen kívül pedig a Sáfián Laci egy néhány tavaly áprilisban, a Debrecenben, az Akadémiai Székházban 6 órán keresztül válaszolt természetvédő kutató kérdéseire. Aztán olyat is csinálnak, hogy nagyon sok embernek nincsen arra ideje, hogy egy egész napos legeltetést végignézzen, ezért a pásztorból annyit lát, hogy támasztja a botot. A Máté Janival megcsináltuk azt, ez is fönn van a YouTube-on, egy 3,5 órás film, ami egyetlen egy délutánnak a legeltetését mutatja be, és utána a Jani végig beszéli ezt a 3,5 órát, és végig magyarázza, hogy éppen mit csinál azon a legelőn, amit éppen látjuk. Na, tehát záró diaként nézzük meg az első diámat. Ugye vészesen csökken a pásztorok száma, pályaelhagyókat vissza kéne csalogatni, az aktívakat megtartani. Én nem hozok példákat, én nagyon sok pásztorhoz járok, de mint kutatom, ezért nem adom ki se a nevet, se a helyszínt, hogy hol, hogyan bánnak a pásztorokkal. Vannak olyan gazdák, akik kimondottan tisztelik a pásztorokat, és a pásztor ezt viszonozni tudja. Nem megyek most bele a részletekbe, még magánbeszélgetésbe sem, mert hogy ezt megígértem, hogy nem mondom ki. Ugyanakkor a pásztornak is segíteni kell, mert igazániból pásztorságot csak pásztortól tud valaki tanulni. Tehát a pásztor tudásnak a továbbadásában a pásztoroknak úgymond nagyobb felelőssége van, mint a többieknek. Itt van ez a 3000 hektár gyep, ami stratégiát igényel. Azt gondolom, hogy országosan végig kéne ezt gondolni. A Hortobágy az csak egy része ennek a történetnek. Több más alföldi nemzeti parkban, Dunántúlon is hasonló gondok vannak. Üljünk le és beszéljük végig, hogy hol, milyen megoldások képzelhetők el. Ebben a beszélgetésben legyenek részt gazdák is, aktívan, pásztorok is, természetvédők is, nyilván más szféra is. Ugye a piac nem reagál eléggé gyorsan, én ezt látom, bár már reagál. A gazdálkodókat segíteni kéne abba, hogy 21. századra tudják fejleszteni a legeltetési technikákat. Motiválni kell őket, illetve kényszeríteni a jogos elismeréseknek a megadására. Ugye átmeneti és hosszú távú lépésekre van szükség, de azt gondolom, hogy erre megvan a lehetőség, hiszen ez emberi akarat kérdése és sokunknak közös érdeke. És azt gondolom, hogy amit Péter is hangsúlyozott, hogy a közös érdekeket nézzük először, és utána nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. És zárásul csak azt mondanám, hogy ez villanykerítés, hiszen nem tud pásztorolni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük!